Vadriasztó prizmákat helyeztek ki ma reggel a 74-es számú főút Nagykanizsa-Palini elkerülő szakaszán. A Zalaerdő ZRT kezdeményezte a közlekedés biztonság növelését az említett útszakaszon. A cég saját költségén vásárolta meg a mintegy 150 berendezést, a szándékot és a megvalósítást azzal a megyei rendőrfőkapitányság és a Magyar Közút Non-Profit ZRT is támogatta. Ma reggel 8 órakor gyülekeztek a Zalaerdő ZRT, a rendőrség és a közút kezelő munkatársai a 74-es főút mellett. A vadriasztó prizmákkal kapcsolatban a rendvédelmi szervnek már vannak tapasztalatai. A megye úthálózatán már több szakaszon helyezték ki ezeket a berendezéseket. Mi folyamatosan monitorozzuk a balesetek bekövetkezésének okait, helyszíneit, és célirányosan olyan útszakaszokat választunk ki, ahol nagy számban fordulnak elő vaddal ütközések. A médiában, illetve a közösségi felületeken szinte minden nap megjelenik egy-egy olyan hír, ami vaddal ütközésről szól. Mint ahogy az alezredes fogalmazott, pozitívumként szokták emlegetni azt, hogy Zala megye vadban gazdag vidék. Ez valóban igaz, viszont ennek negatív következménye az, hogy az átlagosnál nagyobb számban történnek vadbalesetek. A vadriasztó prizmák kihelyezésével a közlekedés biztonságot, valamint a vadállomány megóvását szeretné növelni a Zalaerdő ZRT. A prizma a gépjármű fényszórójának a fényét a haladási irányra merőlegesen betükrözi az út melletti területre, és ha az út irányába közeledik a vad, akkor ez a hirtelen megjelenő fényhatás, fényvibráció az arra közeledő vadat megállásra készteti a gépjármű elhaladásáig. A vadriasztó prizma működési mechanizmusát magyarázta Ernst Tamás, a Zalaerdő ZRT vadászati és halászati előadója. A 74-es számú főút a Zalaerdő ZRT által kezelt vadászterületnek a része. Vadgazdálkodóként alapvető célunk a baleset megelőzés ezzel a tevékenységünkkel. Ugye maga a vadriasztó prizma a vad közúton történő éjszakai megjelenésének az esélyét mérsékli, csökkenti. A prizma működéséhez elengedhetetlen a fény, amit nem más, mint maga a közlekedés résztvevői, a gépjárművek világítása szolgáltat. A vadriasztó prizmákat az említett útszakaszon mintegy 4,5 km hosszan helyezték fel. Ezek az eszközök segítenek, de nem adnak 100%-os biztonságot, így továbbra is fokozottan kell figyelni az autósoknak. Ebben az időszakban különösen szükség is van erre, ugyanis július közepén kezdetét vette az őzek párzási időszaka. Ilyenkor ezek az állatok nem csak az esti órákban, hanem nappal is megjelenhetnek, egymást hajtva a közutakon.